Hello，sziasztok! Üdvözöllek titeket! Az óra megállt, de most már el is indult. Szuper! Oké is. Na hát, üdvözlök mindenkit! E-sport órán vagyunk. Tökéletes, látszik a jelenléti ív. Ah, nagyon jó, nagyon jó. Szuper, szuper, szuper. Csak ilyen első, ilyen adminisztratív dolog, hogy megvan az első emót, jóvá hagyták, úgyhogy most már lehet a jelent így is nyomni. Hát nyilván vagy szuboknak, vagy ugye csati pontokból kiváltjátok a... nem is tudom, hogy hány csatorna pont kell, ezt nem néztem. Na mindegy. Szóval szuper előrelépés. Oké is. Na. De térjünk rá a tájra. Ugye hétfő 10 óra, e-sport óra van, ezért ezt nyomatjuk. Na most a mai labor programozós lesz egyértelműen. Ahogy a címből is láthatjátok, egy kis Discord chatbotot fogunk összerakni. Hogy miért ez, majd már is kitérek rá. Ugye alapvetően az lett volna a feladat, hogy a Clash of Clans API-ra készítsünk valami kis alkalmazást, hát most nem kell semmi bonyolultra gondolni, ugye emlékeztek, hogy múlt héten csinálgattuk ugye a Riot API-t, és akkor ott így ilyen kis desktop parancsoros Java progit csináltunk. Nem azt mondom, hogy gagyi volt, de hát, na jó, de az volt igazából. De nyilván a cél csak annyi volt tényleg, hogy nézzük meg, hogy ezek a API-ok hogyan működnek, hogyan lehet őket használni, hogyan lehet őket föléleszteni, és ugye azt, hogy hogyan lehet ezzel valamit kezdeni, úgymond. És akkor nyilván mi csak annyit csináltunk, hogy egy ilyen jávás wrappert elővettünk, kértünk ugye a honlapon egy API key-t, amit beolvastunk, és onnantól kezdve tudtunk lekérdezéseket végezni. Na most nyilván azért itt a hallgatóság nagy része a Prog 1-en már legalább túl van, de ugye sokan a legtöbbetek már a Prog 2-n is, ugye ennek a tájnak Prog 1 az előfeltétele, tehát nyilván azért jó lenne egy kicsit előre lépni, hogy valami konkrétabb alkalmazást nézzünk, ne csak ilyen parancsoros valamiket. És akkor amúgy alapvetően találtam is egy ilyen kis példát, ami ilyen Discord chatbotot valósít meg, és akkor ott ilyen Clash of Clans-es dolgokat lehet lekérdezni. De ha már van ugye a kurzusban kötelező a Clash of Clans, meg ilyesmi, akkor csinálunk egy Discord chatbotot. Meg akkor egyúttal meg is nézzük, hogy kell egy ilyen Discord chatbotot csinálni. Ha már e-sport, akkor szerintem a Discordra egy chatbotot nyomni nem egy ördögtől való dolog. Bár mondhatnátok, hogy lehetne a következő egy Twitch chatbot. Meglátjuk. Jó? Meglátjuk. Na, szóval erről lesz ma szó. Úgyhogy kezdjünk is bele. A e-learningre még nem csináltam most, nem volt időm jelenlétit kattintani, óra után fogok, jó, és akkor azt kattintsátok be, jelszó szerintem nem lesz. Úgyis aki megnézi ezt a videót, azzal már kiváltja az, hogy itt volt, úgyhogy így rendben is leszünk. Jó, de kattintsátok be oda is magatokat, de itt is pöröghet a jelenléti ív. Jó, rendben van. Na, akkor amit... Hol is kezdjük? Ugye kezdjük a Discorddal, jó? Kezdjük azzal, hogy csinálunk egy ilyen Discord chatbotot. Meg hogy azt hogyan is kell. Na most, van itt egy pár oldal, ez csak egy picit villantom fel, mert itt majd meg fognak jelenni ilyen titkosabb dolgok. LQC, milyen követelményekre gondolsz? Már a mai programmal kapcsolatban? Jó. Na, amíg válaszol. Jó, tehát egyrészt itt van a Discord Developer portál. Ez az, ami egyrészt fontos nekünk. Másrészt pedig a Clash of Clans API. LQC óra végén átbeszéljük mindenképp.
Jó, okvetlenül beszélünk róla. Jó. És akkor itt van a Clash of Clans API, nyilván mindkettőbe kell account, bár mondjuk a Discordos accountotokkal ide be tudtok lépni, és akkor itt a developer portál van applications, itt az, hogy itt meg tudtok adni tulajdonképpen hát alkalmazásokat, és akkor ezt majd tudjuk, hogy ez milyen legyen, mert itt a Game SDK-vel elég sok mindent lehet csinálni, lehet ilyen teams-eket is létrehozni, hogy jogosultság ide-oda, amoda, jó, tehát ezt is lehet, és a legfontosabb a dokumentáció, nyilván mert ez nekünk a legfontosabb. Jó. Ezen felül van nekünk egy, lesz nekünk egy ilyen, mert hogy Pythonba fogjuk írni, csak a változatosság kedvéért, és lesz nekünk egy ilyen Discord, hát a Discordhoz egy ilyen Pythonos wrapper, ezt fogjuk használni, ezt is nyugodtan lehet nézegetni, hogy hogyan és mint lehet ezt használni, ilyen voice klienteket, meg mit tudom én, miket hozzá lehet adni. Jó, ezt fogjuk egyébként használni. Jó, tehát most Pythonba fogjuk megírni, múlt héten Java volt, most Python lesz. Oké is. Jó. És akkor itt van a Clash of Clans API. Ez megint hasonló, hát igyekszem nem fölvillantani semmit, amit nem. Jó, itt az API, és látjuk, hogy ez is ez a múlt héten is megszokott, ez a HTTP postgetes megoldás. Ugye nyomunk egy posztot, és akkor a getbe megkapunk majd egy JSON üzenetet. Hát gyakorlatilag a legtöbb ilyen web API így működik ma már, és akkor ugye ilyen kis API tokent kell neki átadni, hogy autentikáljuk magunkat. Jó, igazából semmi különös. Semmi különös. Jó, de ami nagyon szuper, hogy ez is van nekünk egy, van egy Python API, hát nem nekünk, hanem itt elérhető egy Python API, wrapper pontosabban, tehát nem nekünk kell kézzel összehekkelni a get üzeneteket tulajdonképpen, hanem vannak intelligens, magas szintű függvényeink, amiket tudunk használni. Jó, rendben van. Na, amit itt nekünk szerintem első körbe kell, és most ezt, ha nem haragszotok, elrakom innen, hogy hozzáadunk egy új application-t. Hát ennek most legyen órabota neve. Hát igen, még jó, hogy elrejtettem, mert itt már akkor látszanak a dolgok. Jó. Oké. Jó, igen. Csak egy pillanat. Csak hozzá akarom ezt adni a... Igen. Jó, és bot lesz. És ez elvileg... Hát, adunk neki pár permission-t. Jó. Jó, rendben van. Na hát elvileg ez a bot, megnyitom a Discordot. Mindjárt meg fog jelenni, csak még valamit kattintani kell, csak nem tudom, hogy mit. Jó, majd invite linket kell küldeni, azt hiszem. Egy pillanat türelmet, csak most persze nem találom azt, amit keresnék.
Jó, egy pillanat, és meg is lesz csak. Oké, meg is van. Rossz helyen nézem. De most már jó lesz. Mindjárt hozzáadom a szerverünkhöz, ami itt van nekünk, és akkor azzal tudunk majd kísérletezni. Jó. Ezekről mind majd belinkelem a leírást, hogy pontosan hogyan is néz ki. De... Oké, és... Jó. Jó. És akkor elvileg mindjárt meg is jelenik a Discordon ez a kis bot. Nem, hogy rossz szerverhez adjam hozzá. Oké. Jó. Authorized, és elvileg itt akkor már látjuk is, hogy így van. Itt hozzá is adtam ezt a kis botot, és elvileg itt meg is jelenik. Hát még offline, ugye? Így van, hogy ez egy bot. Jó, tehát ez itt, akkor nekünk itt szépen meg is jelenik, és ezt fogjuk majd tudni használni. Hát nyilván most még offline, mert nem írtuk el, nem írtuk meg, még nincs kész. Jó? Úgyhogy ezen fogunk most dolgozni. Na! És akkor most, hogy már ez megvan, akkor elvileg el is kezdhetünk ezen dolgozni. Csak most meg el... Na, mindjárt meg lesz, csak most meg nem találom a... Aha. Jó. Oké. Na, szóval kezdjünk el akkor ezen dolgozni. És nézzük meg, hogy akkor egy ilyen chatbotot, tényleg csak egy ilyen nagyon egyszerűt hogyan kell összedrótozni. Jó? És akkor erről fogunk még most beszélni. És akkor ez legyen ez a órabot file. Jó. Na hát nyilván telepíteni kell a szükséges izéket, a discord.py-t, meg a majd a cocs.py-t, ez majd nézzetek utána, ha reprodukálni akarjátok ezt a kis példát, a pippel föl tudjátok tenni. Jó, tehát pippel mindkettő elérhető, de találtok róla doksit is, hogy van. Jó, és akkor nyilván kezdjük először a Discorddal, mert az lesz talán az egyszerűbb, és akkor egyrészt nyilván beimportáljuk magát a Discordot, akkor ugye kell majd a parancsok, az ebbe az ext csomagba van. Legalábbis, ha jól emlékszem. Így van, ez ebbe a csomagba van. Jó. Na. És akkor ezzel beimportáltuk ugye magát a Discordot, ami most kell nekünk. Na, ugye itt fog kelleni majd két dolog. Egyrészt ugye kelleni fog nekünk a maga az API key, vagy hát a bothoz tartozó API key, illetve kell a csatorna, ahova majd ez a bot küldjön üzeneteket. Hát az API key-t majd beolvasom file-ból, úgyhogy meg majd nyilván a cocapihoz is kell pár dolog, úgyhogy ezt most csak ilyen nagyon gagyi módon egy TXT-ből fogom beolvasni. Jó. Jelszavak meg ilyesmi majd ebben lesz, hogy nyilván itt a streambe ne látszódjon. És akkor ebből fogom ezeket a minden egyes sorban lesz egy ilyen info, mindegy administratív dolog, és akkor még egy ilyen dolgot csinálunk, hogy
hogy leszedjük az ilyen új sor karaktereket. Így van, így van. Jó. Na mindegy, a lényeg, hogy ez majd ilyen tömbszerű, tehát lista Python, igen, akkor lista lesz, és akkor mondjuk ennek az autnak a nulladik eleme lesz az API key, az egyes eleme a jelszó, mindjárt majd látni fogjátok. Jó, rendben van. Na, és akkor innentől kezdve most, ha tényleg elkezdhetjük írni ezt a kis botot, nagyon egyszerű egyébként alapvetően, hogy hogyan is néz ki. Először is kell nekünk maga a bot, és ugye ezt a comments-től tudjuk elkérni, vagy hát tudunk egy ilyen példányt kérni, most ha úgy vesszük, és ebben itt konstruktorban megadhatjuk, hogy milyen legyen a parancsnak a prefixe. Jó, hát ez most felkiáltójel lesz, ugye ez ilyen konvencionális dolog, lehetne kérdőjel is, vagy akármi, és akkor majd így kell parancsokat kiadni neki, hogy felkiáltójel utasítás. Jó, ahogy például a Twitch-en is itt megszokhattátok, ezzel a felkiáltójellel kell majd ezt használni. Jó, és akkor innentől kezdve megvan nekünk ez a bot, tulajdonképpen, és ezután azt kell nekünk csinálni, hogy meg kell neki adni, hogy milyen parancsok legyenek. Még egy ilyen administratív dolog, ez a channel ID, hogy hova küldje ezeket az üzeneteket. Hát ezt majd a outfile-ból fogjuk, hát legyen ez az egyes, mert szerintem a nullás majd a API key lesz. Jó? Mindjárt megnézzük ezt is, hogy itt ezt hogyan kell érteni. Jó? Out 1, de fontos, hogy ez integer legyen. Jó. Majd elkérjük ezt a channel ID-t is mindjárt a Discordtól. Ugye ez a Discord szerverünknek, ez az eSport text csatornája lesz, tehát ide fog majd üzeneteket küldeni maga a bot. Jó, rendben van. Ez itt akkor okés. Na és akkor ugye nagyon egyszerű dolgunk van, mert itt most nekünk egyszerűen el kell kezdenünk definiálni a parancsokat, és hát egyrészt ezt egy ilyen úgynevezett, hát én ezt úgy olvastam, hogy dekorátor, de majd kijavítotok, igazából ti vagytok a programozók. Én ugye mérnöki infót végeztem. Jó, tehát egy ilyen dekorátorral kell jeleznünk, hogy itt most egy ilyen bot parancs következik, és akkor egész egyszerűen itt csak annyit kell tennünk, hogy definiáljuk magát a függvényt, és mondjuk legyen ez a szia függvény, és át kell neki adnunk a kontextet, tehát azt a kontextust tulajdonképpen, amiben a parancs érkezett. Jó? Alapvetően ez kikerülni az, hogy szükségünk lenne a channel ID-ra. Alapvetően a channel ID-ra majd más miatt lesz szükségünk. Jó? Tehát itt most egyelőre tényleg csak az van, hogy definiáljuk ezt a parancsot, és ugye a kontextus határozza meg azt, hogy a parancs milyen kontextből érkezett. Jó, és ez már adja is, hogy melyik csatornába adták ki. Most egyelőre legyen ennyi elég, hogy ezt így megírjuk. És akkor itt pedig a függvényben az, hogy mi is történjen. Jó, hát most egyelőre csak csináljunk annyit, hogy visszaküldünk egy üzenetet, ami a kontextnek a send tagjával lehetséges, tehát a send függvénnyel. Hát itt most egyelőre csak köszönjünk vissza. De itt várjunk is egy kicsit rá. Jó, elvileg rendben van. Ugye látjuk, hogy ezt nyilván ilyen async await akármivel csináljuk, ugye, hogy nyilván itt azért egy külső erőforrásra várunk, úgymond, és akkor ez fusson már így valamilyen értelemben párhuzamosan, vagy külön szálon. Hát most, ahogy ezt megnézitek, hogy ez az async await, ez pontosan hogyan is működik. Jó? És akkor tulajdonképpen egy parancsunk már van is, és akkor így kell minden egyes parancsot majd nekünk definiálni, de fogunk még azért egy párat, tehát nem itt azért nem fogunk megállni. Jó, rendben van. Na, és akkor tulajdonképpen ami még kell nekünk, és akkor remélem, hogy nem felejtek el semmit, hogy ugye nyilván el kell indítanunk a botot,
és ehhez át kell neki adni a kulcsot, amit remélem, hogy így van, így van. Tehát a boltnak a kulcsát kell átadni. Jó. Na és akkor erre a kulcsra én most gyorsan létrehozok egy új fájlt, de nem itt, nyilván. Csak hogy meglegyen. Meg ugye ki kell keresni a kulcsot, hogy az hol van. Jó, ez lesz az az OAuth token, ami kelleni fog nekünk. Jó, így van. Ezt a botnál lehet megtalálni ugye az application-nél. Jó, na én ezt most bedobom ide. Már annyi ablak van megnyitva, hogy a káosz az kezd el uralkodni. Jó, meg ugye amit beszéltük, hogy a channel ID kell a Discord szerverről. És akkor ezt itt tudjátok, a Discord appot, tehát ezt a progit developer módba kell kattintani. Hát azt most nem tudom, meg nem mondom, hogy hol van. És ha developer módba kattintjátok, akkor itt jobb klikkel tudtok ilyen copy ID-t, tehát ki tudjátok kopizni a channel ID-t. Jó, ezt is most átdobom ide. Jó, és akkor ez meg lesz a órabot food txt. Jó. Hát reméljük jól dolgoztunk. Na, és akkor alapvetően igazából ennyi lenne egy ilyen chatbot, de mindjárt azért lefuttatjuk, hogy működik-e. El van mentve. File ott van. Oké, és na, hát akkor futtassuk, mert az akkor kiderül. Jó, és hogyha ránéztek a Discord csatornára, akkor, vagy hát a szerverre, akkor itt már látjuk rögtön, hogy ez az órabot, ez online lett. Jó, tehát online az órabot. És hogyha itt beírok ennyit, hogy szia, akkor válaszol is, hogy szia. Jó. Hát ennyire egyszerű. Tulajdonképpen. És akkor innentől kezdve, ugye ti is nyomathatjátok. Mert a szia. Jó, azért ne spameljük túl, szokták mondani a nagy streamerek, hogy ne spameljétek már a parancsot. Jó, nyilván azért erre figyeljünk, majd mindjárt erre kitérek, hogy miért kell erre figyelni. Jó, és akkor itt már ez a bot, ez tulajdonképpen működik is. Hát látjuk, hogy alapvetően milyen egyszerű, hogy tényleg tulajdonképpen ennyi az egész, mert ez csak ilyen administratív dolog, hogy a jelszót, meg a kulcsot, meg ilyesmit ne onnan szedjük ki, de hát srácok, ennyi, ennyi. Jó? Nyilván ezt lehet cizellálni, meg millió egy dolog van, amit lehet itt még állítani, hogy ki ír, mit ír, akkor lehet ilyen timeoutot, hogy ne tudják spamelni, lehet ütemezni azt, hogy mit tudom én, 5 percenként írja ki, tehát tényleg millió-millió dolgot lehet. Az alap az valami ilyesmi. Jó? Igazából tényleg ennyi, amit tudni kell, még ez a channel ID se kell most ennyihez igazából. Hogy kellett hozzáadni a szerverhez? Hú, Krok, sajnos ezt nem tudom neked most itt megmutatni, mert akkor mindent mutatnék. Jó, menj el a developer portálra, és ott menj be az application-höz, ott hozzáadsz egy új application-t, és akkor ott, ha kiválasztod ezt az application-t, akkor itt a hát a botnál tudod ezt állítani. Nem is a botnál, hanem az OAuth-nál. Így van, az OAuth-nál tudod állítani. Tehát ott az OAuth 2 fülre rámész, és ott bekattintod, hogy bot. Tehát beteszed a pipát abba ott a scope-ba, ott kapsz egy linket. Jó? És azt a linket kéne kikopizni, és simán csak a böngészőbe bedobni. És ott majd neked föl fogja ajánlani, hogy melyik szerverhez ad hozzá, meg ilyesmi. Jó? Mondom, most sajnos nem tudom neked megmutatni, mert ezt streamben nem nagyon mutathatom. Jó?
Szuper Krog, szuper. Kérdezett Para, hogy saját szerveren kell bemutatni, ha megcsináljuk. Megcsinálhatjátok saját szerveren is, de megcsinálhatjátok ezen a szerveren is, az enyémen. Vagy hát a miénken pontosabban. Jó? Amin vagyunk. Nyilván ahhoz nektek kell majd kell majd jogosultság, de ha szeretnétek, szóljatok, és akkor adok. Jó? Adok olyan jogosultságot, amivel meg tudjátok csinálni. Jó. Rendben van. Na, oké, és tehát alapvetően a Discorddal nagyjából ennyit kell hackkelni igazából, most bármi meglepő, de tényleg ennyi az, ami itt most nekünk érdekes. Na most, amit ezen felül fogunk csinálni, az az, hogy parancsra kérdezzen le a Clash of Clansből valamit. Jó? És mindjárt meg is nézzük, hogy, és akkor innentől kezdve tovább is lépünk akkor a Clash of Clans-re, tehát a Clash API-ra, hogy ott azt hogyan tudjuk használni. Jó? Megint csak azt mondom, hogy itt ebbe a dokumentációba tényleg hát aránylag jó dokumentáció, most nem azt mondom, hogy tökéletes, mert nem is a dokumentáció, mert az API-ban van egy-két bug, de alapvetően jól használható, tehát hogyha majd mindjárt kitérek rá, hogy mi volt nekem a gondom alapvetően, és akkor látni fogjuk. De már is akkor folytassuk ott. Jó. Nyilván ebbe a fájlba fogom megírni, mert majd azt valami olyasmit akarunk, hogy egy parancsra adjon vissza valamilyen clash-es infót. Egy perc türelmet. Bocsis, látszok, csak lassan meginul az allergia szezon. Jó, oké is. Jó, kodós botot megpróbálsz, Para? Hát annak nem tudom, milyen apja van. Na, úgyhogy akkor ebbe fogjuk megírni. Igazából nagyon egyszerű dolgunk van. Itt is viszonylag, bár ez egy kicsit talán komplexebb. Ugye egyrészt beimportáljuk a szocot, meg majd egy ilyen traceback-et, majd hát meglátjuk, hogy fogjuk-e használni. Ugye ez megint pippet tudjátok telepíteni, simán csak be kell inkludolni. Na, és akkor ugye, mi kell nekünk? Egyrészt kell nekünk egy ilyen szoc klient, amin keresztül majd el fogjuk tudni érni az API-t, meg majd tehát amin keresztül az API-jal fogunk tudni beszélgetni, és isteni szerencse az, hogy van ebbe a Python wrapperbe egy ilyen login lehetőség, no, tehát ez tényleg egy viszonylag kényelmes dolog, és itt tulajdonképpen be tudunk loginolni a saját Clash of Clans developer accountunkkal. Jó, nagyon fontos, hogy külön developer account kell, mert valamiért, lehet, hogy én bénáztam el valamit, de nekem nem működött a Clash of Clans-es sima autentikáció. Tudjátok, a COS-ban is van most már ilyen saját felhő, meg mit tudom én, az valamiért nem működött, de mindegy, ne agyaljuk túl. Itt át tudunk adni, itt simán be tudunk jelentkezni. Jó? Ez itt login. Oké, és akkor itt ugye egyrészt átadjuk neki a felhasználó nevet, jelszavat, amit én majd a fájlból fogok beolvasni. Mert itt nem akarom most nektek mutatni. És ez nekünk ki fog generálni kulcsokat. Jó? És itt a key count paraméterbe át tudjuk adni neki, hogy hány kulcsot generáljon ki. Ezek ilyen adminisztratív dolgok, meg tudunk neki nevet is adni. Jó? Hát ez most, mit tudom én, legyen ez a bot key, amúgy teljesen mindegy. Hát mondjuk nekem már van ilyen készen. Na mindegy, majd megnézzük. Lehet, hogy azt fogjuk használni, ami nekem már kész van. És átpasszoljuk neki azt, hogy milyen klient akar itt autentikálni, és ez most egy ilyen cold event klient. Doksira ránézek. Events klient, így van.
Tehát egy ilyen Soc Events klient lesz. Hát most már kiteszem, nagy baj, lássátok. Jó. És tulajdonképpen ezzel már meg is van nekünk egy kliensünk, amin keresztül tudunk kommunikálni a Soc szerverrel, tulajdonképpen, hogyha ilyen egyszerűen akarok fogalmazni. Ez így nagyon kényelmes, azt mindenképp meg kell hagyni. Jó, tehát ez így tényleg egy elég kényelmes megoldás. Jó. Na, és akkor ami még kell nekünk, kell egy klán tag. Ugye itt már mondjuk kiírhatnám nyilvánosan is, de inkább ezt is szívjuk be fájból. Ugye mert a klán tagek nyilvánosak, kereshetőek, tehát igazából ezzel nagy hibát nem követünk el. De olvassuk be fájból, lehet, hogy majd ki fogom tenni ezt nyíltan is, de akár a kurzus klánnak a tagjét is itt lehet használni, vagy bármi mást. Jó. Na, és akkor csináljunk egy másik parancsot, mert eddig ez szerintem rendben van. De nyilván majd meglátjuk. Jó, tehát akkor csináljunk egy másik bot parancsot, amivel mondjuk le tudjuk kérdezni egy játékos hőseinek a szintjeit. Jó? És akkor ez legyen a hősök nevű parancs. De hogy elegánsan is oldjuk meg, ezért adjuk már át itt a player ID-t. Jó? És akkor nézzünk erre is egy példát, hogy ez itt pontosan akkor hogyan is működik és mit jelent. Jó? Tehát itt átadjuk a player, hát ne ID-nak nevezzük, player tag. Jó? Mert úgy a cocos megfogalmazás úgy a helyes. Jó. Az, hogy mit fogunk szendelni, azt most egyelőre még várjunk vele. És akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezeket a hősöket lekérdezni. Jó. Na, első körbe ugye le kell nekünk kérdezni a playert. Tehát most ugye az a rész jön, amikor kommunikálunk a Clash of Clans API-val. És ugye itt a Soc kliennek kell a player tagját használnunk, legalábbis ha jól emlékszem, van egy ilyen get player tagja, ezzel tudjuk elkérni a player infoit tulajdonképpen. Paraméterbe pedig átadjuk a player taget, tehát akit le kell kérdeznünk. Jó, na! És akkor a player tagen belül lesz majd egy heroes tag tulajdonképpen, és ezen a heroes tagon kell majd végig mennünk egy iterátorral, de mindjárt nézzük, hogy akkor ez hogy legyen. Tehát mondjuk akkor legyen egyszerűen csak annyi, hogy player heroes. Igen. Jó, és akkor itt már megvan nekünk a hős is. És akkor ezt kéne nekünk valamilyen formába önteni, mert ugye van nekünk egy hero level, meg egy hero max level tag. Jó, és akkor így van, ezt fogjuk egy ilyen kis stringbe összeszedni. Így van. És akkor mi is kell nekünk? Ugye egyrészt kell nekünk az, hogy hát kell a név, ugye a hős maga, tehát hogy melyik hősről van szó, kell a hősnek a szintje, meg kell a max szintje. Jó? Tehát akkor első lesz a hősnek a neve, és akkor legyen egy ilyen, hogy hát kell ez ide, mindegy, legyen itt, majd meglátjuk, legfeljebb csinosítunk rajta egy kicsit. Jó, tehát igen, meg kell a hősnek a aktuális szintje, és mondjuk legyen per a max szintje. Meglátjuk. Jó, és akkor ezt kell nekünk formázni, csak így nemes egyszerűséggel, ugye egyrészt a hősre,
Szerencsére ez visszaadja nekünk a hősnek a nevét. És akkor kell a hősnek a szintje, meg a hősnek a max szintje. Ugye? Jó. Jó, jó, jó. Oké is. Jó, és akkor itt ugye már nem a sziát küldjük, hanem ezt a toSend stringet. Puding próbálja az evés, mindjárt kipróbáljuk. Jó. Hát, nem tudom, hogy szerintem ennyi, de majd mindjárt megnézzük. Jó, és akkor még a fájlba be kell nekem írni a felhasználó nevem jelszavam. Hogy is van, azt mondja, hogy a 0 és az 1 az foglalt, a 2 lesz a jelszó, nem a felhasználó név jelszó. Na, akkor én ezt ide gyorsan beírom. Jó, meg hát clan tag, mondjuk most még lehet, hogy nem kell, de azért beírom ezt a kokoládé clannak a tagját, majd mindjárt mondom, ha megtalálnám. Jó, ez az a clan, amiben én vagyok, majd mindjárt promótálom is egy kicsit, ha már itt vagyunk. De akkor én ezt most bedobom ide, hogy meglegyen. Oké, és akkor reményeim szerint ez így rendben is van. Jó, a botot most leállítom, mert ugye újra kell indítani. Elvileg a Ctrl-C így szépen intelligensen állítja le, de hát ezt ki tudja, ugye? Jó, és akkor azt fogjuk csinálni, most újraindítom. Remélem működni fog, hogy az én hőseim ma szintjét fogom lekérdezni. Jó, és akkor mi is volt a parancs, ugye hősök? És átadom neki az én tegemet. Tökéletes, tökéletes. Jó, ugye mit látunk? Azt látjuk, hogy ugye itt átadunk neki egy szót, tehát egy stringet, amiben tulajdonképpen a player tag van. Ezt nyugodtan ti is kipróbálhatjátok. Tehát itt a player tag van, és ez a player tag itt fog megjelenni nekünk paraméterbe, ugye a kontext mellett. Tehát egyrészt van nekünk ugye a kontext, meg van ugye a player tag, amit megjelenik. Jó? És ezt a player taget már itt innentől kezdve tudjuk használni. Hát itt még formázok egy kicsit, hogy szép legyen. Jó. Paraméter. Jó. Okés. Na és akkor itt szépen ez ki is írja nekünk, hogy milyen szinten jönnek az én hőseim. Hát, és még jól is írja ki. Nyilván, mert jól dolgoztunk. Tökéletes. Nyilván olyan hős nem ír ki, ami nincs, de a többit azt kiírja. Látom, para unatkoztok. Jó, rendben van. Szuper. Na, viszont még azért ne álljunk itt meg, mert tudunk mi még itt azért mit csinálgatni. Közben nyugodtan Discordon próbálgathatjátok ti is a e-sport text channelbe ezt a botot, nyugodtan küldjetek neki üzeneteket, tehát nyugodtan próbálgathatjátok. Jó. Viszont ne álljunk meg itt, mert nem csak parancsokra működik ez, hanem ezt a kis Clash of Clans apit tudjuk használni ilyen eventekre is. Jó? Na most egy nagyon egyszerű eventet fogunk erre összehúzni. Hát, mit nézzünk? Mondjuk figyeljük azt, hogyha valakinek
Tehát egy klánbeli játékosnak, mondjuk ezt tudjuk játékosokra is szűkíteni, egy klánbeli játékosunknak változik a versus trofi száma. Jó, ugye van a versus csata, vagy hát ugye night mode, vagy mi is, a builder base, ez az. Ugye builder base-en csatázunk, azt ugye versus battle-nek hívják, vagy versus battle, így van. És hogyha az a versus battle, vagy versus trophy szám változik, akkor írjon nekünk egy üzenetet. Jó? Tehát küldjön a bot egy üzenetet ide a Discord csatornánkra, hogy valakinek most már ennyi és ennyi versus trófeája van. Na, ehhez viszont egy másik dekorátort kell használnunk, mégpedig a COC klientét, nyilván. Ez hasonlóan működik, mint a Discord botnak a... ez, igazából. Hasonlóan maradjunk annyiba. Jó? Tehát itt is kell, és COC klientnek kell a eventje. Hát most mondhatnám, hogy ez egy event listener, de azért ne feltétlenül mondjunk ilyet. Jó? Viszont itt meg van egy fix lista, hogy miből tudunk válogatni. Jó? És ezt a listát megtalálhatjátok a API-nak a dokumentációjában, pontosabban a Python wrappernek a dokumentációjában, hogyha megtalálom. Igen, a leginkább elásott dolog az mindig a dokumentáció, tehát ez nagyon fontos. Így van, szuper, meg is van. Jó, csak tényleg fölvillantom, hogy lássuk, hogy ugye itt van a hivatalos dokumentáció, ugye az API reference, és akkor itt tudunk ilyen, itt vannak ezek az event referencek. Jó? És akkor itt föl van szépen sorolva az, hogy milyen eventek lehetnek, lehet klán, háború, meg player. Jó? Hát mi most szerintem klán eventet fogunk nézni, mert az látványosabb. Jó? Látványosabb egy kicsit. És akkor van egy ilyen, hogy... nem, bocsánat, player eventet, mert a clan event az kicsit nehézkesebb, hogy a player eventeknél van itt egy ilyen, hogy hol is van? Mert ez lehet, hogy a clannál van, na csak kitalálom. Clan. Itt van, bocsánat, igen. A clanon belül van. Jó. A zavarodottság az természetesen toppon van. Jó, tehát ez a clan member versus trophy count change. Jó, tehát hogy a klánunkba valakinek megváltozik a versus trófea száma. Jó, na erre fogunk most egy ilyen event listenert ráállítani. De akkor nézzük is meg. Jó, tehát mondom, egy source client eventet fogunk nézni. És ehhez fogunk definiálni most egy függvényt. Nyilván ugyanúgy egy async függvény kell. És akkor ide jön a függvény neve, amit én nemes egyszerűséggel kikopizok a doksiból. Mert hát ki az, aki egy ilyen hosszú függvény nevet leír. Okés. Szeretem az ilyet egyébként, hosszú függvénynél már benne van a dokumentáció is tulajdonképpen. Jó. Na, és akkor tulajdonképpen itt innentől kezdve azt kell megmondanunk, hogy mi történjen, hogyha változik a klántagnak a versus trophy száma. És itt most igazából mi csak annyit fogunk csinálni, hogy a bottal kiküldetünk egy üzenetet, és akkor itt fog nekünk majd kelleni a channel ID, hogy van ez a get channel, így van, és ide kell majd nekünk a channel ID. Jó? Ennek igazából az az értelme, hogy a bot ne spameljen egy olyan csatornát, amit nem akarunk, és ezért szoktunk neki külön megadni egy ilyen külön csatornát, egy külön text csatornát, ahol ezeket az infókat küldheti. Jó? Hát én most nemes egyszerűséggel megadtam neki azt, amit ezt az e-sport text csatornát, mert most akkor ott fogjuk látni. És akkor erre a csatornára kell kiküldeni tulajdonképpen ezt az üzenetet.
De mi legyen ez az üzenet? Hát ezt most ilyen sima stringként ide beírjuk. Ugye van nekünk egy playerünk, van nekünk egy old trophies, meg egy new trophies, hát ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, használjuk csak a new trophies-t. Jó? Ugye, mert akkor ha használnánk az old trophies-t is, akkor ahogy Para is írja a chatbe, hogy akkor kiírja, hogy béna. Jó, tehát használjuk csak a new trophies-t. Jó, és akkor nem látjuk, hogy vesztette vagy nyert. Nem, mintha amúgy izé lenne, mert tudjátok, szerintem ez a builder base, ez ilyen, na mindegy, maradjunk annyiba, hogy az R&D az elég erősen dolgozik. Jó, de mindegy, menjünk, és akkor mit akarunk írni? Ki akarjuk írni egyrészt a játékosnak a nevét. De ezt most így fogom, hogy kicsit bonyolódjon a fejekbe a helyzet, és kiírjuk azt, hogy hány trofia van. Ugye? Így van, így van. Jó, de kicsit csinosítjuk. Trófeája van. Hát ide nem is kell új sor, mert csak ennyit küldünk. Jó, és akkor ezt formázzuk, mégpedig a playerrel és a new trophies-zal. Ugye? Remélem nem hagytam ki semmit. Tehát mi fog itt történni? Ugye játszik a játékos, ott nyer, veszít, nyilván, tehát ha nem döntetlen, most már ugye nagyon nehéz, hogy a versus battle-be döntetlen legyen, mert akkor döntetlen csak azt hiszem, hogyha az idő is ugyanannyi. Naknek, igen. Tehát csak akkor ér... hát nem tudom, hogy lehet-e döntetlen, szerintem már nagyon... Ha lehet is, nagyon kicsi rá az esély. Tehát mindenképp változni fog a versus trophy szám. Ha nyer, akkor azért, ha veszít, akkor azért. És akkor ez a kis progi nekünk itt... majd le fogja kérdezni, hogy történt-e valamilyen event. Mindjárt megírjuk a végét is, mert itt még nem végeztünk. Jó, tehát hogy történt-e valami event. És hogyha történik valami event, akkor megnézi, hogy arra az adott eventre van-e nekünk ilyen listenerünk, csak ezt a szót fogom használni, és hogyha olyan event történt, amire van listener, akkor szépen úgymond azt a függvényt úgymond végrehajtja. Jó. Ha nincs rá listenerünk, akkor ignorálja. Jaj, para. Micsoda igények. Jelenleg egy versus, így már szerintem jó lesz. Köszönöm, hogy szóltak egyébként. Jó. Viszont még nekünk nyilván ezzel is dolgunk van, és ezt a kis source klienst úgymond el kell indítani, hogy figyeljen. És nyilván mi most itt ilyen klán jellegű dolgot fogunk figyelni, ezért egy ilyen klán update dolgot kell nekünk megadni, és ez pedig ezzel az add klán update függvényen lehet, de puskázok, így van, add klán update, jó, és akkor itt két dolgot kell neki megadni. Egyrészt meg kell neki adni egy ilyen listába, vagy collectionbe, vagy tuple-be, vagy akármibe, valami iterator-be, csak kitalálom mondani, hogy milyen klánokat akarunk figyelni. Na most itt több klánt is föl lehet sorolni. Mi most ugye mi ezt elmentettük, így van, itt van a klán tag, tehát ezt fogjuk most figyelni, ez a cocoládé klán. Jó, ezt fogjuk most figyelni, meg át kell nekünk adni egy ilyen intervált, hogy milyen időközönként kérdezzen le. Hát én most ezt nem állítom olyan hosszúra, mert akkor itt ülhetünk percekig. Jó. Nem azt mondom, hogy ez így jó, de majd mindjárt erről beszélünk, majd hogyha API használatra térünk. Jó, és még el kell nekünk indítani magát a klienst.
tehát az, hogy figyeljen, az pedig ezzel a source client, tehát a start update függvényel tudjuk. Legalábbis. Igen. Jó. Hát legalábbis reméljük, hogy jó. Na, akkor indítsuk el. Oké is. Jó, megint kikontrollcézzük elegánsan. És addig egy perc türelmet kérek, mert hozom a tabletet, ugye? Nyilván azért, mert ezt ki is kell nekünk próbálni. És akkor, ha már kipróbáljuk, akkor nyomok egy meccset. Jó. Csak hogy tényleg lássuk azt, hogy nem árulunk zsákba macskát. Sajnos a meccset nem tudom nektek mutatni. Egész egyszerűen azért, mert nincs olyan vezetékem, amivel ezt meg tudnám oldani. Hát reméljük, hogy hiba nincs, de hát mindegy, akkor majd kijavítjuk. Úgyhogy akkor elindítom újra. Jó, hát elvileg akkor ezeket beolvasta jól, mert akkor ezek már hibát dobtak volna. Mindjárt ránézek még a developer oldalra, hogy ott esetleg valami disznóság létrejött-e. Ez felettébb érdekes. Mint hogyha most nem lenne kulcsom. Na mindegy, meglátjuk. Ha nem működik, kidebugoljuk. Jó. Na, most csak annyit mindenképp mutatnék, hogy tesztünk le, hogy működik-e a bot. Jó, a Discord rész működik. És akkor most nyomok gyorsan egy csatát. Itt a Builder Base-en. Csak hogy kiderüljön, hogy jó-e. Tényleg ez probléma, hogy nem látjátok ezt most, hogy mit bénázok. De tényleg most csak a példa kedvéért gyorsan lenyomok egyet. Vannak ám faluk. Meg az ebéd is megjött. Jó. Tényleg pár perc türelmet kérek, bocs is rácok. Tényleg legközelebb majd megpróbálok valamit intézni, hogy ezt lássátok. Így nem az igazi, de mindegy. Most sajnos ilyen. Az a baj, hogy kéne nekem egyrészt egy Lightning kábel, tehát ami Lightning HDMI, ami már önmagában ökörára. Na, elvileg vége a meccsnek, mondjuk még az ellenfél támad. Meg kéne egy digitalizáló kártya is, ami meg végképp nem egy olcsó dolog, de majd hogyha eljut oda a csatorna, akkor beruházok egyre. Jó. Az ellenfél még támad. Közben én lehet, hogy a parancsort is itt áthúzom, hogyha valami hiba van, azt itt úgyis írja. Még mindig támad az ellenfél. Ránézek, hogy mit csinál. Ja, árcsereket küld. Aha. Jó. Azért tart ennyi ideig. Oké, és na hát megnyertem a meccset. Tehát változott a versus trophy count. És akkor most nézzük, hogy üzene a bot. Ugye 60 másodperc a update intervál. Annyit várni kell, és tökéletes. Itt írja is rögtön, hogy változott a versus trophy. Ennek nagyon örülök, hogy működik. Jó. Na, és akkor tulajdonképpen az eventeket meg így tudjuk úgymond használni, hogy valami történik, és akkor folyamatosan figyel itt ugye a... Hol van? Csak a forrásra át akarok kattintani.
hogy ugye itt van nekünk ez a... Így van, ez a kis event listener. Most már csak azért is így fogom mondani, ha az, ha nem az. És ugye itt ezzel mondjuk meg, hogy mit akarunk figyelni. Jó, hát most ez a versus trophy change-t figyeljük, ráadásul clan member versus trophy change-t figyelünk, és ez itt írja is nekünk. Na most, hogyha a klánunkban valaki éppen játszana, jelenleg csak én vagyok online, hétfő délelőtt lévén ez azért nem olyan meglepő, akkor az övéit is írná folyamatosan. Jó? Tehát mit tudom, ugye ebbe a klánba, csak hogy promóteljem egy kicsit, ez Pierce-el egy Pierce-nek a klánja tulajdonképpen. Hogyha mondjuk Pierce elkezdene most játszani, és itt sorra nyerni ugye a Builder Base-es meccseket, akkor ott az ő trofi kántjai szépen pörögnének. Jó? És itt írná, hogy éppen hány trófeája van. Na. Oké is. Hát esetleg még egy dolgot talán nézzünk meg. Rápillantok itt, hogy mi volt még a terv. Uh-huh. Jó, egy dolgot még megnézünk. Meg hát a másikat nem, az nem működik. Ott a háborúknál vannak gondok. Akartam egy olyan kis példát csinálni, hogy ha valaki támad vár a háborúban, akkor azt is kiírja. Viszont jelenleg ugye CVL-be vagyunk mindannyian, és a CVL miatt az ott egy kicsit más, hogy van a Clash of Clans API. Tehát ez nem az a sima vár, amit tudsz így indítani, és akkor egy nap preparation, egy nap csata, tehát az a szokásos, amiben kettőt lehet támadni, hanem ez egy picit más, hogy van az API-ba. Ezért erre nem tudtam most ilyen event listener-t még csinálni, nem volt időm, ugyanis kifutottam az időből. Nem jutottam még el odáig, hogy ez működőképes legyen, úgyhogy ezt nem tudjuk megnézni. Viszont egy olyat tudunk csinálni, hogy mondjuk listáztassuk ki a klánnak a tagjait, és akkor szerintem ezzel zárnánk a dolgot. Hát alapvetően ez is egy bot parancs lenne, és ez is egy ilyen ugyanolyan függvényben lenne, mint a szia vagy a hősök. Jó. Csak ez most a... Hát legyen egy ilyen tagok parancs. Itt igazából paramétert most nem kell átadni, mert... hát igazából lehetne. Tehát, hogy melyik klánnak a tagjait akarod kilistázni. Én most fixen megtartom én a klán taget, tehát, hogy a mi klánunknak a tagjait listázza ki. Jó. Tehát most ezt úgy fogjuk megírni. És akkor itt ugye van egy ilyen lehetőség, hogy ettől a coc klienttől el tudjuk kérni ezzel a get members függvénnyel a tagokat tulajdonképpen, és igazából itt csak paraméterbe ugye a clan taget kell átadni. Ha jó, emlékszem, de rápillantok a doksira. Így van, a clan taget kell átadni. És akkor innentől kezdve már gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a hero szint. Megint csinálunk egy ilyen kis stringet, amiben majd összegerebjézzük, és akkor itt egész egyszerűen végigmegyünk a playereken, mert hogy a membersnek van player, tehát az a playerekből áll. Members, és egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy is van, hogy a playernek van egy name, meg egy tagja. Így van. Tehát ez a toSend, mondom, ez megint ugyanaz, mint az előbb. Itt kicsit formázzuk is. Hát itt most adjunk neki ízét. Mindegy. Itt zárójelbe meg beírjuk a tagot. A player, már hogy a taget, player taget. Ugye? Jó, és dobunk egy új sort mindegyik után, és akkor ezt formázzuk, ugye egyrészt a player névre, másrészt pedig a player tagjére. Csak hogy írjuk ki a taget is. Jó?
Az a szerencsé, hogy ezek mind nyilvános infók alapvetően. Nyilván titkos infót nem tudunk lekérdezni. Majd egy dolog itt a klán dolgai kapcsán, majd mindjárt mondom, csak ezt fejezzük be. Jó, és akkor itt már csak annyit kell csinálnunk, hogy megint erre a kontextre visszaküldjük az üzenetet, amit akarunk. Jó, ugye fontos, hogy a kontextre, tehát abba a csatornába, amiben lekérdeztük. Legalábbis reményeim szerint. De akkor próbáljuk ezt ki, megint kilőjük. Hát most a Ctrl-C majdnem sikerült. Hát nem szerzem ezeket, mert emiatt ez nem túl szerencsés, de mindegy, reméljük a Discord nem fogja levágni a fejünket emiatt. Jó, és akkor indítsuk el újra ezt a botot. Megint följön ugye online, legalábbis így van, és akkor itt ha a tagok parancsot beírjuk, hoppá, igen, aha, igen, itt hibáztunk valamit, azt mondja, hogy itt vannak a, lekérdezzük a tagokat, ez visszaad nekünk egy ilyet, oké, és akkor a klán tekkel neki, player in members, igen, aha, srácok, ti látjátok a hibát? Krok. Tökéletes. Biztos vagy benne, hogy ez a probléma. Aha. Jó. Leállítom, indítjuk újra. Igen, mert az arra várni kell. Igen, mert API hívás. API hívás. Jó, na próba újra. Tökéletes. Jó, hát ez a Cocoládé klánnak a tagjai. Jó, tehát itt szépen kilistázza nekünk az aktuális tagokat. Nem azt mondom, hogy ez most feltétlenül érdekes, hogy most így a tagokat kilistázzuk. Lehet egy, van olyan event listener a Szocapiba, hogy figyeli az, hogy egy új tag belép például. De van olyan is, hogy átnevezi magát, meg nagyon sok. Nézzétek meg a doksit, csak tényleg így fölvillantani, hogy hol van? Hogy tényleg nagyon-nagyon sok dolgot tudunk ilyen event szinten figyelni, ugye itt klán eventeket, ilyen vár eventek, hát mondjuk ebből nem sok van, de ezeket is tudjuk figyelni. Ennek kapcsán még mindjárt mondok valamit. És akkor ugye itt pedig a player eventek, meg hát rengeteg. Jó, tehát tényleg nagyon sok. Ilyen donétektől kezdve, tehát tényleg nagyon sok mindent tudunk nézni. Jó? Ugye amit kontextnek meg tudunk adni így a Cocapi kapcsán, csak hogy fölvillantsam a forrást, hogy ugye itt, hogy add clan update, itt tényleg egy listába tudjuk, látjuk, hogy ez egy lista, nem konténer, mert az amúgy, na mindegy, látjuk, hogy ez egy lista, és itt több klánt is föl tudunk sorolni egymás mellett, sőt, játékosokat föl tudunk sorolni, tehát ugye ezzel a klán taggel, vagy játékos taggel, ugye nagyon fontos, hogy a player name az nem unique, tehát azt nem tudjuk így átadni, ha beírnánk egy nevet, akkor az mindenkinek a nevét kiírná. Mindenkinek az adatát kéne, aki ilyen névvel játszik. Jó? Tehát az nekünk itt nem lenne szerencsés. Jó? Tehát azt mondom, hogy itt akár több klánt is be tudunk írni, be tudnám írni a ti klán ID-t, klán tegeteket, így stb. Jó. Ami fontos megjegyzés, és akkor itt a doksi kapcsán, hogy ugye a vár eventekre,
Tehát bármilyen ilyen háborús eventet akartok lekérdezni, akár klán szinten, ilyen War Win Streak, vagy... Hát igen. Bármilyen war eventet akartok lekérdezni, ahhoz a warlognak nyilvánosnak kell lenni. Jó? Tehát mindegyik klánnak van ilyen warlogja, nyilvánosra kell állítani a játékon belül, és akkor tudjátok használni. Oké is. Na, pár megjegyzés, így az API használta kapcsán meg, hogy mire kell figyelni. Ugye nyilván egyrészt az, hogy ami alap dolog, teljesen mindegy, hogy milyen API-t használtok, akár a Riot Games-ét, akár a Clash of Clans-ét, tényleg bármelyiket, hogy egyrészt arra nagyon figyeljetek, hogy ne lépjetek át egy bizonyos lekérdezési számot. Ugye ezek az API request szám, ez limitálva van sok helyen, konkrétan is megvan adva. Mondjuk én személy szerint se a Discordnál, se a Clash of Clansnál nem találtam konkrét számot. Jó? De azért ne fludoljuk túl a dolgot, tehát arra figyeljünk, hogy ne kezdjük el végtelen ciklusba bombázni API requestekkel, mert előbb-utóbb le fog tiltani. Jó? És ki fogja dobni a kulcsunkat. Jó, tehát ez nagyon fontos. Riot Games-nél azt hiszem van, konkrét számok is vannak ott, ilyen százas nagyságrend percenként, vagy ilyesmi, hogy Márboly mindjárt mondja, hogy ezek pontosan mik, ott le vannak írva. Jó? De se a Clash of Clans-nál, se a Discord-nál nem találtam én személy szerint, hogy lehet, az nem zárja ki, hogy nincs, nem találtam konkrét számokat. Jó? Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy ne legyen. Ami nagyon fontos, és ezt a legtöbb API ki is hangsúlyozza, hogy ők nagyon üdvözlik azokat, hogyha ezekre a apikra épülnek dolgok. Ugye hát látjuk a Riot Games-nél is, hogy ott van például az OP.gg, vagy millió egyéb dolog, ami ilyen elemzéseket biztosít. Így van már, Boy, köszi, ott már írja is, hogy 20 lekérdezés másodpercenként, és 100 lekérdezés 2 percenként. Jó? A Riot Games-nél ez így néz ki. Szerintem azért ez egy... Itt most laboron ez bőven elég. Jó, tehát ez bőven elég. Úgy fogalmaznék, hogy ez az ingyenes szint. Jó? Nyilván, hogyha valaki nagyobb, tehát ipari méretekbe akarja, de azt mondom, ez mindegyik API-ra igaz a Google Maps-től kezdve, tehát mindegyikre, hogy vannak ilyen limitek, amiket be kell tartani. Hát legalábbis ingyenes limitek, de ez most más kérdés. Jó? Na, szóval, hogy visszatérve, hogy mindegyik cég és mindegyik kiadó vagy játékfejlesztő üdvözli ezeket, hogyha építetek rájuk valamilyen ilyen plusz dolgot. És tényleg nagyon, nagyon szokták ezt szeretni, mert ezzel tényleg a játék köré épülő közösség meg infrastruktúra épül és erősödik. És ami első dolog, amit ki szoktak emelni, hogy ne legyen semmi dirty stuff. Jó? Tehát ne arra használjuk ezeket az apikat, hogy valamilyen disznósággal visszaélünk, vagy tényleg valami csúnya dolgot csinálunk, úgymond. Nyilván az, hogy most persze olvassátok el a szabályzatot, meg ilyenek, hogyha nem értitek, fogadjatok két jogászt, és akkor ők majd talán érteni fogják, de szerintem ők se, mert olyan jogi nyelve van megfogalmazva, hogy esélytelen. Jó, mondom, az alaphozzá állás a dologhoz az, hogy nyilván használhatjátok, csinálhatjátok is, de semmi dirty stuff. Jó? Tehát csak normálisan, értelmesen, hogy építse a játékot, meg az építse a játékos közösséget. Jó? És ezt mindenképpen ki akartam hangsúlyozni, hogy itt is mi most használjuk az API-t. Én kb. Ezzel a videóval adtam egy tutoriált, hogy hogyan kell egy ilyen kis chatbottal elindulni. Nagyon fontos, hogy ez csak elindulás, mert millió dolgot lehetne itt még hackkelgetni, de tényleg arra használjátok, hogy építsétek ezt a közösséget, építsétek magatokat azzal, hogy megtanuljátok, hogy hogyan kell egy ilyet, mert szerintem baromi érdekes. Jó? Oké. Nyilván a következő lépés az lenne, hogy beleviszünk egy kis intelligenciát is, de az már kimutat a fél év kereteiből, majd meglátjuk, hogy a nyári projektek kapcsán elkezdünk-e valami ilyesmit hackkelgetni, ugyanis lesznek majd nyári projektek, de erről majd később fogok beszélni. Nyilván ez még nagyon messze áll attól, hogy Skynet és akkor átveszi az uralmat,
Nyilván ez nem is az a chatbot, amit mi is itt most kis példaként mutatunk. Jó. Na, akkor érdeklődnék, hogy kérdés van-e ezzel kapcsolatban, és akkor mindjárt áttérünk az adminisztratív dolgokra. Jó, azt direkt a végére hagytam, mert az, aki esetleg csak ennyire kíváncsi, az rögtön itt meg is állíthatja a videót. Jó. Csak nyilván az e-sport kurzus kapcsán az adminisztratív dolgokat azért át kell beszélnünk. Jó, akkor amint még itt mondanék, amíg itt a kérdéseken gondolkodtok, hogy nyugodtan nyomhatjátok ide is a saját kis bototokat, csináltok saját szervert, ugye Discordon ez ingyenes, csináltjátok a saját szervert is, nyomhatjátok ide is, tehát egészen nyugodtan, itt is adok jogosultságot, ha kértek, és tényleg kipróbálhatjátok nyugodtan. Jó. De ha már adok jogosultságot a Discordhoz, akkor ott se legyen semmi dirty stuff. Jó? Oké is. Jó. Jó, rendben van. Na, akkor jönnek az adminisztratív kérdések, mert hogy a fél év vége is közeledik. Parait kérdezi, hogy lesz-e, tehát első kérdés lesz-e Léti a stream után. Léti. Lesz Léti. Lesz. Amint kikattintom a streamet, rögtön megyek e-learningre, és már kattintom is be. A mai nap folyamán bármikor be tudjátok tenni a pipát, ami pontosan azt fogja nekem jelezni, hogy oda valaki betett egy pipát. Jó? Tehát nyilván ez pöröghet. Jó? További adminisztratív dolog. Hát ott a jelen emót így van, csak az nincs mindenkinek. Jó? Tehát itt is lehet jelezni a jelenléti, tehát teljesen mindegy, hogy ott kattintotok, vagy itt kattintotok. Jó? Mindegy. Hát, Krok, először neked válaszolok, hogy persze, hogy ne. Hát arra kaptok pontot, hogy nektek is működik. Mert én itt most ezt lepötyögtem, hát valaki írta velem, Krok, te látom, írtad velem, ez biztos. Tehát nyugodtan csináljátok meg, ezt fél év végéig, ha csináltok egy ilyen működő kis botot, akár a mi Discord szerverünkre, akár a sajátotokra, arra jár a pont. Dracula, igazából egyik se kötelező, így van, ahogy Para is írja, hogy ez csak egy feladat a sok közül. Ugye a fél év kimenete ugye az, vagy hát a követelmény az, hogy ugye van négy blokk, és a négy blokkból csinálj meg egy feladatot, illetve legyen meg a 200 pont. Az ciki, ha én felejtem el, hogy mennyi pont kell. De gyorsan ránézek a doksira, de szerintem 200 pont kell. Para írja is, hogy 200 pont, így van, így van. Jó, tehát legyen meg a 200 pontod, meg mindegyik blokkból legyen egy feladat, az, hogy melyik feladatot csinálod meg, az teljes mértékben a te döntésed. Így van, 200 pont a minimum. Jó, és akkor ugye százassával megy egy jegyet. 300-tól 3-as, 400-tól 4-es, 500-tól 5-ös. Jó. Miért szegény már bolypara? Neked nulla pontod van már boly? Köszi, Márkboly, meg köszi Ninja Rákum és Sifon, ha még itt vagytok, mert nektek az előző stream végén jött egy-egy bit, nagyon szépen köszönöm. Hát nem csalás, csak nem lehet beszámolni oda, mert az durva lenne. Jó, Salesz kérdezi, hogy ha a Discord botot elkészítjük Riot API és Cocapi felhasználásával, akkor az háromszoros pont-e? Hát, legyen, már úgy értve, hogy akkor az 60.
Vagy 3x40. Most így a háromszoros nevén. Mark Boy Para, köszi, köszi. De mondom, így is csinálhatjátok. Igazából még külön lehet, igen, hát akkor, ha persze, hogy ne, hát nyilván itt megcsinálod a Discordot, megcsinálod a Clash of Clans-t, meg megcsinálod a Riotot. Akkor az 3x20, persze. Tehát ez nyilván egy program, de két dolgot csinálsz. Tehát egyrészt hackeled a Discordot, másrészt meg a cocot. Ja. Jó, oké, és akkor a fél évzárás kapcsán, ugye érkezett már ilyen kérdés hozzám privátba, hogy valaki nem úgy, tehát nem tette el a bizonyítékot a könyvelés mellé. Na most az baj, az baj. Ugye erre figyeljünk oda, hogyha valamiért írunk jóvá pontot, amögött ott legyen a láb is, ugye mint az adóbevallásnál, hogy ugye kell az, hogy mire írod jóvá az adód. De mindegy, a lényeg, hogy ha valamit elkönyvelünk, akkor legyen egy screenshot, vagy legyen egy forráskódra egy link, vagy valami legyen, mert ha nincs, akkor az majd úgy is vehetném, hogy random módon könyveltünk el pontot. Jó? Tehát ez mindenképp legyen. Na most, amit én fogok csinálni, hogy most hétvégén, szerintem péntekig, vagy hát szerintem pénteken, én abba a táblázatban mindenkinek odaírom, hogy aktuálisan hanyas rá. Jó? Tehát az, hogy hanyas az aktuális jegye. És akkor jövő hétfőn ezt átbeszéljük, hogyha valakinek valami gondja van, vagy valamit még javítani akar, vagy pontosítani akar, nyomunk egy streamet, fogunk játszani, és akkor játék közben átbeszéljük, hogy mit kéne még ott javítani, vagy mi a gond. Jó? Hogyha vannak ilyen kérdések. Jó, tehát azt fogjuk beszélni. Jó? És akkor a végső jegyeket pedig utolsó hét pénteken, tehát május 15-én fogom beírni. Jövő hét hétfőn így programozni már szerintem nem fogunk. Bár ha még eszembe jut valami, akkor lehet, hogy fogunk egy kicsit hackkelni. Én jövő hétre játékot terveznék, megpróbálnám azt, hogy egy ilyen 5v5 Valorant meccset tudjunk csinálni, hogy hát ha már vagyunk 10, akinek megvan a hozzáférés a játékhoz, és akkor egy kosztüm meccset indítunk, és akkor játszunk egyet. Hát fél év vége az már lazítható egy kicsit. De addigra nyilván legyenek ezek meg. Ha valakinek kevés pontja van, nyilván itt van a programozás, lehet játszani is. Tehát tényleg millió pontot lehet még, van még idő. Jó? Csak ez mindenképp legyen meg. Na, közben Kroknak jött egy kérdése, hogy... Hát, Shrekre... A Shrekkel az a gondom, így hirtelen, hogy a jelszavakat, hogy tudod megoldani. Mert oké, fölteszed a scriptet, de föl kell tenned mellé ugye a fájt is, hogy működni tudjon, és ott szerintem egymás mappáját látjátok, nem? Vagy ott nem lehet megnézni? De más nem, hogy admin biztos látja. Vagy megoldod máshogy. Linux jogokkal meg lehet oldani, mondjuk ez igaz. Tehát, hogyha elvonod a jogosultságot, hogy lássa a fájt, és csak magadnak van, Jó. Hát, még lehet, hogy admin látja. Hát igen, az a baj, hogy admin látni fogja. Szerintem. Hát, próbáld meg kihekkelni. Ugye nekem is itt van ez a bot. Ez itt fut. Tehát még mindig megy. Most ha beírtok egy parancsot, akkor az fog válaszolni. Nyilván ez egészen addig fog működni, amíg én ki nem Ctrl-C-zem. Tehát jó lenne ezt egy szerverre föltenni és ott futtatni, csak nekem nincs ilyen szerverem. És így nem nagyon tudok. Jó. Aha. De itt már boly, már mintha reagált is volna, de... Hát ilyet nem lehet futtatni. Ez fura lenne. Jó, mondjuk, mintha valami olyasmi rém lenne, hogy korábban valaki vagy a Shrekken, vagy valamelyik szerveren bitcoin bányászott, és amiatt egy kicsit morogtak, hogy azt talán nem kéne.
Lehet, amiatt letiltották. Soha lesz. Ez itt a reklám helye. Jó, és ha már reklám, akkor reklámoznám egy kicsit a klánunkat is, csak tényleg 5 percbe. Ugye ez a kukoládé klán, mindjárt bedobom ide a chatbe a teget, és akkor rá tudtok keresni. Csak már megígértem Pierce-nek, hogy fogom promótálni, és ha éppen itt van, akkor nehogy az legyen, hogy megsértődik, hogy miért nem promótálom. Jó, bedobtam ide a klán teget, nyugodtan most van üresedés, úgymond, van hely bőven, akinek így a fél év során esetleg megtetszett a játék, a Clash of Clans, tényleg aki szeretne egy kicsit játszani, aktív, mi is igyekszünk annyira aktívak lenni, amennyire csak lehetünk, az jöjjön, és akkor játszunk. Jó? Aj, para. Jó, rendben van. Na, akkor kérdések jöhetnek a szokásos fórumokon, a Discord, Facebook, e-mail, igyekszek válaszolni rá minél hamarabb. Péntekig akkor küldöm ki egy jegy javaslatot, nyilván most még ez javaslat. Hétfőn játszunk, legalábbis meglátjuk, szerintem játszani fogunk, és akkor hétfőn még tudunk beszélgetni arról, hogy akkor hogy vannak a jegyek, ki szeretne javítani, mit szeretne javítani, pontosítás, ez az amaz. Jó? Ma nem játszottunk, e-sport órán nem játszani szörnyű, ma nem játszottunk, viszont ha lesz jövő héten, vagy holnap lehetőség, úgy tervezem, hogy holnap kettőtől lehet, hogy fogunk egy kicsit, jó? De majd én ezzel kapcsolatban még írok Discordon, mert még várok vizsgákat, meg beadandókat, meg ilyesmi, hogyha azzal végzek, akkor holnap kettőtől bepotoljuk azt, amit ma nem játszottunk. Jó? És akkor aki szeretne csatlakozni, az nyugodtan. Hát én valorantozni szeretnék, mert most az a sláger. Jó. Na, akkor én már ennyit gondoltam. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok ilyen sokan, és követtétek ezt a kis ennek a kis botnak a megírását. És akkor jövő héten folytatjuk. Meglátjuk, hogy mivel, majd leírom mindenképp, de valószínű fél évzárás lesz már napi rendem. Oké is. Na, hát akkor én még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok. Sziasztok!